Jó napot, kedves nézőközönség! Én Mata Barna vagyok! És ez így a Space Alliance következő része! A legnagyobb, hogy emlékeztek, elfoglaltuk az Rakon rendszerek egy részét. Onnan a lakosokat deportáltuk a különböző bolygóinkba és rabszolgasorba taszítottuk, aminek sajnos a mi népességünk sem igazán örül, mert ugye nem rabszolgatartóval csináltam meg őket. Valamint kitartott egy lázás, azt levertük. És a Lolendrákat, a kedvenc légyűrű galócáinkat felhasználva, igaz, hiszem alapból itt élnek, igen, őket felhasználva megkezdtünk egy eléggé komoly terjeszkedést, és az irányításunk alá vontuk a galaxisnak lényegében ezt a részét itt. És találkoztunk a Hadán primáciával, ami egy rohadt nagy bukott birodalma, aminek egy ideig nem megyünk neki, mert túl OP-k. Ma szerintem igazából csak konszolidálni fogjuk a terjeszkedésünket, valószínűleg próbáljuk felszabadítani valahogy rabszolgákat, amikre egy kicsit lenyugodtak a kedélyek. Ezt az outpostot azt, amit lebonthatjuk, mert már nincs rá szükség, mert körbeveszik teljesen a határok, tehát elméletileg nem fog nagy lyukat generálni, és hogyha generál, akkor is valahol mondjuk itt. Ott, oké. Okay. Tehát arra nincs szükség, az csak ette az influencet. Sajnos ezt amúgy a játék nem írja ki, hogy mit bonthatsz meg, mit nem. Egyszerűen nem írja ki. Tehát nem mutatja, hogy ez az outpost ennyi határt generál neked. Mert ugye ezt tudom, akkor már lebontottam volna jó régen. Az ott most nem tudom mondjuk, hogy szükséges-e. Mert rámegyek, nem mutatja, semmi, nem írja ki. És hogyha meg lebontom és kiesik a határomból, akkor viszont rácsesztem. Én nem mondom, hogy szévelünk egyet, és megpróbáljuk. Lebontjuk. És jó, ez így kiesett a határaimból. Ja, és ennyi. Azok a bányák, amik ott voltak, azok elszálltak. Tehát ez ennyire idióta módon van megcsinálva, oké, ezt visszatöltjük. Oké, közben a második csillagvadászaink éppen hazatérőben vannak, már az elsők. Másodikak vannak alapból, itt egyesítjük őket tüzérségi rombolóinkkal, a torpedó rombolókkal. És analizáltunk egy amőben roncsot. Jó. Egyre közelebb kerülünk a regeneratív hajószövethez, amire már ja, igen, itt a naprendszer ugyebár, éppen a nektáljuk. Ugye a nektáljuk? Igen, a nektáljuk, oké. Okay. Milyenkor be vannak űrkor, itt nem igazán, itt remélhetően nem fogják kiirtani magukat. Már ott találkoztam olyan jó párszor, hogy találkoztam valakivel, aki az atomkorban volt, és így fogta és kiirtotta magát egy nukleáris világháborúban. Oké, okay, analizáltuk a kerámiát, semmi értelme. Imádom ezeket a texteket, egyébként nyugodtan olvashatjátok, hogy szeretnétek, csak én már 20 milliószor láttam őket, tehát... Nem látom sok értelmét. Kutassuk ott a... Várjunk, itt milyen törmelék volt? Kristályok? Elfelel se tudja, kikutatjuk a fenébe. De ja, egy ideig most menedzseljük a birodalmat, és visszatérünk, hogy történt valami érdekes. Meg ide építek pár védelmi hadsereget, nehogy megint felalázadjanak. Hoppá! A szakadár ügynökünk üzen nekünk a Sol 3-ról. Ugye volt egy ügynökünk, aki elszakadt. Mások ezenek az üzenetek ennél van következménye, tehát nem mindig csak flavor text, amit itt olvasunk. Lássuk, mit üzen. Bűnözőnek nevezi a beatolási hadműveletünket. Megtanulta szeretni az emberi kultúrát, bla 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 bla. És vissza akarja vonni az állampolgárságát. Ez minden dobnád egy lányér? Fuck you. Akkor levadászunk. Nem szarakodunk ilyenekkel. És ezek a törmelék mező, igen, ezek kristályokból vannak. Akkor analizáljuk őket, mert a kristályok technológiának néha van értelme. Early game-ben egész jók mellesleg a kristályágyuk. Jó, az Anex jó tovább lassul. Remek. Hoppá, a harmonikus ligába belépett a Besadon konfederáció. Tehát a liga megint két oldalról körbevesz minket. Ezzel a három taggal. Aki a Rexason szarakszik a kompjúter... szarakodnak a kompjúterénk az erős mágneses mező miatt. Az egyik szektorom a Starzik, szóval oldja meg a szektor. Ajjaj. Az... Remek. Az elszabadult ügynökünk elkezdte levadászni a saját embereinket. Oké, okay, ki kell iktatnunk. Otthon közben építettem pár tüzércirkót, miközben elmentem levadászni néhány jelentéktelenebb, hogy is hívják ott. Miért nem adott? Nem adott ez egy spec projektet? Mindegy. Azt hittem, hogy ennek kéne adni egy spec projektet ilyenkor. Na mindegy. Hogy esetleg kapok rá alkalmat, hogy levadásztam, akkor megtesszük. Otthon építettem még néhány tüzérrombolót, miközben a főflottám elmentem amibára vadászni. Oké, okay, a... Mi is ez a szó? Derülátó Liga? A Derülátó Liga federációvá vált. Hogy ez pontosan mit jelent, azt nem tudom, mert én sosem építettem federációt, de nem jót. Oh fuck, ez a harmonikus ligának az átnevezése. És vannak annak a frubralavak is, remek, tehát ők, és ők.
Tehát teljesen körbevesznek, eltekintve az rakonoktól. Őket ugye már kidobták, amikor elkezdtek rivalizálni valamelyik taggal. De itt lenne az alkalom, hogy anektáljuk őket. A Templar Konfederáció... Eddig is benne volt. Oké. Okay. Duno, lehet, hogy kidértek egy napra. Aztán visszajöttek. Ez egyik kínfelejtette őket, amikor éppen aláírták a szerződést. Viszont ez azt jelenti, hogy nehezebb lesz őket szétcseszni. Ó, Latrepiak kiléptek belőle. Tehát most ők tiszta célpontot jelentenek. Ide még nem ütettem fel a bányáimat, mi a büdösséget csinálok én? Na ide még felépítjük őket, és kész vannak a virtuális harci arénák. Fejlesszük ki az orbitális farmokat. És hova tudunk virtuális harci arénát építeni? Építünk egyet ide, mert itt csak minimális mennyiség. Nem ide építünk egyet, mert nincs szükségünk arra, az egy társadalomkutatási pontra kimondottan. Az Rikin fejlesztjük az épületeket, ide majd akkor építünk, amikor meg tudunk szabadulni azoktól a hínároktól, aminek már ideje lenne. Megkaphatnám már egyszer azt a tech-et. Építünk egyet ide. Az ugye segít másik a népesség hangulatán is. Szerencsére a robotok legalább nem finnyáskodnak, azok bányásznak ugyanúgy. Építünk közben ide egy generátort. Ide meg egy bányát. Itt upgrade-eljük ezt. És építünk egy combat arénát, igen. Egy harci arénát, amikor tudunk majd oda. És az Alpeka egyen, ahol... Ja, ide nem építünk. De ide építünk egyet a fenébe. Érezzük magukat ők is jobban. Úgyhogy... Ja, és lejárt valakivel, lejárt a Palirianokkal a kereskedelmi egyezményünk, gondolom energiát vettem az icem? Talán se tudja. Na mindegy, vadászunk tovább mindenféle űrlényekre jelenleg, éppen ezzel gyakorlatoztatom a flottámat. What? A Latrepiek kiléptek az Rakon köztársasági rendszerek? Mi a büdösetről beszélsz, játék? A Templarok... What? Nem értem én ezt. Oké, mi a büdös élet folyik itt? Mi a fene? Hogyha már nyilván akartok kilépni egymásból, akkor legalább a Galaxis is másik felén csináljátok, ne előttem. Oké, kiszúrtuk az ügynökünket. Nyírjuk ki. Azt hiszem, ez egy katonai hajó kell. Igen, hogy idehozzuk ezt a két rombolót, nem fog feltűnni a földieknek. Közben mellesleg tisztelőkre vadászunk, és hol vannak munkanélküliek? Itt. Ja, mert még épül a harci aréna? Nem, itt vannak a munkanélküliek. Miért nem odaépítem a harci arénát? Hát hülye vagyok én? Nem válaszolja meg senki a kérdést a kommentekben. Oké, a kristályokat úgy látom, igazából veszesén nélkül tudjuk darálni. Jó, menjünk végig rajtuk. Látsuk, hogy mekkora is állható távol azoknak a tüzérségi rombolóknak? Á, jó nagy. Már mennek a torpedók. Melyiket pedig? Azt ott. Ja, jó messzire lőnek. Jó négy ilyen torpedót hatott, azt mondom, hogy az úgy egyáltalán elmennék lőni a többi fegyverrel, vagy ők elkezdenek lőni rá. Várjunk, ezek miért űrlényhajók és miért nem kristályok, mint a többi? Ezt nem értem. Oké, elintéztük az ügynökünket, de a szöveg alapján azt hiszem szétlőttünk az űrből egy várost, ahol volt. Wow. Ja, beszivárgunk. Jó, megvannak az új deflektoraink, fejlesszük ki a... fejlesztjük ki az energiamenedzsmentet, ez nem árt. Ez az, igen, százalékosan növeli, mennyi energiát termel egy adott bolygó. És kifejlesztjük az orbitális farmokat. És már tudunk bolygókörüli pályát is nevezteni, már bolygókörüli pályán. És tanuljunk meg eltakarítani azt a rohadt hínárt. Oké, találtunk egy anomáliát, van egy aszteroid, amelyek kibányázták a belsejét ránézésre. És kifejlesztettük az energiamenedzsmentet, fejlesszük ki a hidegfúziós reaktort, mert ezzel helyet tudunk spórolni több fegyvernek a hajóinkon. És ez most fontos lesz most, hogy már elkezdünk nagyobb hajókat csinálni. Közben azon gondolkozom, hogy ezt a szektort felszámoljam-e. Ó, ott egybefügg a határon már, hoppá! Akkor a Frikás szektort le tudjuk bontani. És a Propus 1 szektort kiterjesztjük errefelé. És hozzácsapjuk ezt a rendszert. Hozzácsapjuk ezt a rendszert is. Ezt itt megtartjuk a magnak. Remek. És a Propus 1 szektornak van kormányzója, ugye? Van, oké. Okay. Ajaj.
A Soul 3 az egyik akció miatt úgy tűnik, hogy háború fog kitörni. Azt hiszem, ide kell hoznom egy tudományos hajót, hogy ezt megakadályozza. Yep. Zakadlisz, gyere és akadályozz meg. Egy Pormularius templom van az aszteroidán. Hol van ez? Kinn a fenébe. A megmondatlanna... Most fordítsd azt, hogy ántold, az elmondatlannak, megmondatlannak, megnevezetlennek, mindegy. Annak állították ránézésre a szentét. A parmulári régi vallások nagy pusztító istene. Több ideje itt van ez a szentély, mint hogy mi tudtunk űrutazni. Ami, hát, nem jó. Keressük meg a régi isteneink szentélyeit. Ezekről azt hiszem kapunk valószínű pozíciókat, ez már jó, mert amikor leutóbb megkaptam ezt a questet, azt hiszem bebugolt. Lássuk, hogy hol vannak ezek. Ó, mind a három nálunk. Oké, hozzuk ezt a tudományos hajót, nézzünk utána, hogy mi hol van. Hoppa, ott a Wumon van egy anomália, amit nem kutattam ki. Jöhet, kihagytam úgy tűnik egy meteorit becsapódást. Van itt egy krátert. De jaj, kutassuk ki ezeket a szendélyeket. Kíváncsi vagyok, hogy megtaláljuk-e őket, mert ezeket a rendszereket úgy már ugye szkenneltem. Oké, amennyi, a Phallos rendszerben találtunk még egy ilyen szentélyt. Ezt meg is találom a térképen. Á, ott van. Egy csillagszentély. What the fuck? Ilyenek voltak a szentélyeink? Úristen, hogy nézett ki egy Misha a bolygónkon? Feltételezem, nagyon sok dezintegráció lehetett benne. A Szón elkerültük a háborút, hozzuk vissza a tudományos hajónkat és vizsgáljuk meg vele a másik templomokat. Amíg az ott a Phalloson van, addig ezt elhozzuk az erekcióra, és utána a Phallosra átmegyünk az azára és megnézzük, hogy ott mi van. Jó. Ehogy ez egy másik, ez a jutalmazónak, annyit lehetne fordítani. Készült. Logikus nekünk a nyelv, amivel építették. És össze kell kombinálnunk a többi irattal, amit találunk ezekben a szentélyekben, az, hogy legyen értelme annak, amit találtunk. Jó. A Szolnál most úgy sincs szükségem igazán tudományhajóra. Közben az építőhajóimmal természetesen állandóan építkezek. Lehetséges, hogy befektetünk még egy építőhajóra, mert eléggé sok kezd lenni a projekt. Ez a hirtelen terjeszkedés ugye megviselt minket, ilyen szempontból. Situation log updated. Jó. Van egy újabb szentélyünk. Te mész oda. És Ernest rendszerben feltételezem van még egy, igen van még egy. Vizsgáljuk meg ezeket is. Oké, kihutatunk még egy szentély, de ez magában még mindig haszontalan a harmadik nélkül. Itt most éppen a Zadaxon személyzete vizsgál, és a Földön lelassult egy kicsit az anexiónk. Remek. Oké, kész van a következő építőhajónk. Hol van jelenleg a kettő? Az egyik itt van, a másik pedig, ha jól emlékszem, itt lenn a fenében. Akkor téged küldünk... Kiküldünk ide a fenébe a kolóniákra valahova. Ami azt jelenti, a Szol mellett ott van egy rendszer, ahol tudunk építeni valahogy ercbányát. Special project complete. Oké, okay, találtunk egy doktrinát. Ó, oh, találtunk lényegében egy komplet szentírást. Amiről eddig azt hitték ugye, hogy totál tündérmese volt. Bla bla bla. Egy erős vallási üzletre van szükségünk. Az útunk pedig ahhoz vezet, hogy istenek legyünk. Mit csináljunk? Adjuk el a dolgot a vallások, adjuk el a dolgot az egyházaknak? Nem. Tusoljuk el a dolgot, tartsuk titokban az egészet, kapjunk belőle befolyást, vagy... Vagy csináljunk belőle a szociológiai kutatást. Meg pedig ugye azért már, hogy valamiért egyezik a vallásunk egy másik űrzófajjal. Én nem mondom, hogy eltitkoljuk. Eltitkoljuk? Eltitkoljuk.
Semmi kedvem az, hogy itt elkezdenek vallásra radikalizálódni az emberek, már csak az hiányzik. De jó, most nincs igazán semmi kutatnivalónk, már mint így van kutatnivalónk, de nincs semmi, amit kutathatnánk a hajóinkkal. Úgyhogy ja, most fejleszgessünk meg, konszolidálódjunk meg, takarítsuk el azt a sok rohadt hínárt! Oké, a Propus egy szektor népessége megint lázunk, úgyhogy megpróbálkozunk egy kockázatos manőverrel. Hol vannak a törvényeim? Illegálisan tesszük a rabszolgaságot. Látsuk, hogy ettől boldogabbak lesznek az emberek. Otthon elméletileg rohadt módon a mieink, de ők még mindig ugye rohadtul nem boldogak. Leginkább azért, mert rabszolgák voltak jelenleg, de... amúgy sem. Ja, meglátjuk, hogy mi lesz veszélyesebb, az, amikor az én népességem elégedett, vagy az elégedetlen, vagy az, amikor az űrlények elégedetlenek. Ahogy elnézem, a párt rögtön csökkenni kezdett, tehát már elvesztették a támogatókat az én fajomból, meg elvesztették a támogatókat a gombák közül, feltételezem. És újabb űramőbával találkoztunk. Jaj. Hoppá, valahol háború zajlik. A Detakan állam megtámadta a nagy Nar Dominiumot. A Detrakan állam valahogy kim volt a fenében, ugye? Igen, ők támadták meg... őket. Ja. Ők nem voltak benne egy rendszerben? Úgy tűnik nem. Oké. És közben itt mi van a... mi volt ez Derülátó ligával? Oké, hogy jól látom, az Rakonok visszaléptek, viszont a Látrepianok kiléptek. Tehát a Látrepianok most könnyű célpontot nyújtanának, hogyha meg akarnám őket esetleg támadni. Minélnek trópusokon? Trópusokon. Tehát tudnám őket a gombákkal cserélni lakosság terén, de... előre méri meg most, egy kicsit még hozzuk helyre magunkat. Meg építsük be a bányákkal a világot. Oké, innen megint megy a kilépjünk egymásból dolog. A Latrepi köztársaságból lépnek ki az emberek, ami egy állam, tehát nem. Azt hiszem, az történt, hogy... a Frubalavok és a Beszedonok elhagyták a ligát, és a Temlárok behívták a Latrepianokat a pótlásukra. Oké. Tehát megint ott vagyunk, hogy a Latrepianok nincsenek egyedül, viszont már nem vesznek minket körbe. És a Temlárok, akik eddig is benne voltak, beléptek a ligába. Oké. Oké, most a Temlárok beléptek a ligába, amitől a Frubalavok kiléptek a Latrepi köztársaságból, amiből a Temlárok beléptek a ligába, és ettől benn vannak a Frubalavok. Paradox logika! Yay! Oké, úgy tűnik, hogy szakítás történt a két fél között, itt délen ugye létrejött Galaktikus délen. Létrejött a Derülátó Szövetség, viszont a Frubalavok és a Beszedonok létrehozták az Igazságos Szövetséget. Van itt a Derülátó Liga, ez meg az Igazságos Szövetség. Tehát innentől fogva remélhetően nem fognak ellenem összeállni semmilyen körülmények között. Le tudunk velük számolni egyesével, hogyha arra kerül a sor. És a naprendszert anektáltuk. A tudományos hajónkat hazahozzuk. A Föld a miénk, ezzel lebonthatjuk itt az állomást. A Frubalavok beléptek az Igazságos Szövetségbe. És az Egyesült Jizorákok szintén beléptek. Akik... nem tudom, hogy hol vannak. Ők. Oké, de az itt erősebb lett. Oké, de ez a szövetségi rendszer itt tőlünk fölfele jóval erősebb lett hirtelen. És kifejlesztettük a flotta ellátást. Fejlesszük ki a harci kiképzést, amitől olcsóbbak lesznek a hadsereg, mert a kiképzéstől az olcsóbbak és nem jobban harcolnak. A Szolón utálnak az emberek, természetesen. Elrendezzük egy kicsit értelmesebben a népességet. Rendelünk nekik néhány értelmesebb épületet. Mondjuk a mi farmjainkat az övék helyett. Meg a mi gyárainkat. Mármint bányáinkat. Ezt itt fejlesztjük. Építünk nekik egy gigantikus Oculus Riftet. És azt hiszem, hogy kiadjuk önálló szektorba. Nincs igazán semmi, amit... két gálya világ, egy óceán világ... Oké. Építünk azonnal három kolonistát. Tehát a gálya világok eszméletlen jók, mindenkinek 100%-ig lakhatók. Nem tudom, hogy ebben mi a logika, mert... a logika az diktálná, hogy nekem a gálya világ az nem 100%-ig lakható, mert az olyan, mint a Föld. Az diktálná a logika, hogy ami 100%-ig lakható, az a Big Ass óceán. Na mindegy. Építünk három kolonistát. Három volt, ugye? Ja, egy óceán és két gálya világ. Oké. Itt létrehozunk egy szektort. Tényleg itt van nekem egy nikás szektor, amiben egy bolygó van, mert nem tudom... ja, mert nem tudom berakni ebbe itt, mert itt azt hiszem ez nem számít még határnak. Majd megnézzük valamikor. Vagy ez a Xansh szektor, ugye? Ha ezt berakom,
Oké, be tudom rakni. És ez nem is kerül befolyásba így, nem áll? És ennyi volt a Nikás szektor? Ez annyira hülyén van megcsinálni, mindegy. Létrehozzuk a Soul szektort. És felkészülünk arra, hogy kolonizáljunk, és az Rakonok szintén beléptek. Oh fuck. Oké, de hát itt tőlünk fölfele létrejött egy rohadt erős szövetségi rendszer, most, hogy nem fogják vissza őket a Templarok meg a Latrepiek. Hoppá! A Dorbran Egyesült Régiónak van egy szövetség, és elfogadnák, hogy belépjek. Ki van ebbe benne? Mert az eltséges engem csak lehúzna. A Pallyrianok? Ők hol is vannak? Ó, ők! Tehát ezzel a kettővel szövetségre lépednénk, és bekerítenénk a Shantarikat. Hoppá! Ja, kérvényezzük, hogy felvegyen minket szövetségbe, aztán majd átveszük benne a hatalmat. Ja, igen, és most szövetség szavaz arról, hogy bevesznek-e, és bevettek. Remek. És ezzel mi vagyunk legerősebbek a szövetségben. Körülbelül kétszer olyan erősek vagyunk, mint akárki más. De benn vagyunk. Innentől fogva mi fogjuk diktálni igazából, hogy a szövetség mit csinál szerintem. Mindenkinek egyelő a szavazata. De egyrészt én jobban tudok gondolkozni, mint Zemmi. Másrészt ez amúgy nem azért, mert én lennék olyan szuper jó játékban, azért, mert Zemmi nagyon hülye szegényke az ilyenekhez. Másrészt meg azért mégiscsak az én flottám a legerősebb. Hogyha nem küldöm be a flottámat egy háborúhoz, akkor elvesztik a háborút. Valószínűleg. Jó, kiküldjük a kolonistáinkat a Gaia világokra. Meg erre az óceánra. Ó, itt egy rohadt nagy óceánbolygó körülkering egy kicsit kisebb Gaia világ, oké. Okay. Ezen eléggé kevés hely van, de... Hát ez van. Könnyen élhető, könnyű... Hoppá, még két Gaia, what the fuck? Évidünk még két kolonistát. Mi volt a harmadik? Trópus, azt nem kolonizáljuk, mert a gombák túlságosan kezdenek terjedni a birodalmunkban. És nem akarom, hogy az legyen, hogy az ő ideológiájuk szerint kelljen működnöm, mert nagyon felcseszik az agyukat, amikor nem és nem tudok úgy működni, ahogy szeretnék. Úgyhogy lőjük a kristályokat, aztán menjünk és lőjük át ott, és lőjük szét ott is a kristályokat. És ott is látok egy óceánvilágot, azt is kolonizáljuk. Oké, kaptunk egy új admirálist. Maradsz te. És még egy admirális. Jó, akkor ti jöttek erre az óceánvilágra, a Shadabadababla 2-re. És ti jöttök ide... Ó, nem! Ezt a kettőt akartam küldeni a Gaia világokra, most azok elvezik a prioritásaim, hogy akárki más lecsapna rájuk, főleg ezek a... Ja, azt hiszem, a bukott birodalmak nem terjeszkedhetnek és nem üzenetnek hadat vagy valami ilyesmi. Tehát ők teljesen stagnálnak és... Igazából csak megtámadni lehet őket és visszaüthetnek. A Soul szektornak kéne energia. Az Rikin pedig munkanélküliség van az egyik Hinár helyén. Oda építünk egy virtuális arénát. És a szorrendszerben azt hiszem már építem az új bányákat. Igen, az Osszakán már építem a bányákat. Ezeket hozzácsapjuk a rendszerhez. Mármint a Soul szektorhoz, úgy értem. Ja, kolonizáljunk tovább. Oké, megvannak a fúziós reaktorok. Fejlesszük ki... Kifejlesztjük a disztruktorokat? Segítenének az ellenséges pajzsok leszedésével. Ja, fejlesztjük ki a disztruktort. Merná. Itt meg terjeszkedni fognak azt hiszem a határaim, de ha jól látom, nincs igazán semmi, amit érdemes lenne úgy megszerezni a környéken. Te vagy a harmadik? Ja igen, ő a harmadik, oké. Okay. Akkor te jössz a Shabadabba Ding Dongra és kolonizálod. És ide hozunk előre egy építőhajót, mert ezt ki tudjuk majd aknázni. Ó, ez már határainkon belül van, oké, akkor már most hozzuk. Ti lepataraljátok a kolonistákat erre. Nem, ez a trópusi bolygó, mert egy trópusi. Ez egyik Gaia, és az ott a másik Gaia. Az egy rohadt nagy Gaia világ. Oké, ez egy szupi rendszer lesz. Ja, az egy rohadt nagy Gaia világ. És van rajta Betarian is, amiből megint azt hiszem egy fölösleges, ja. Jó, ezt majd kihasználjuk. Aztán, amikor befejeztük a rendszer szkennelését, akkor elkezdjük begyűjteni a törmeléket. System survey complete. Nem adtam ki a parancsot? Ugye nem a világ másik végéről, de rossznak adtam ki a parancsot. Na mindegy, szerencsére még nem jött keresztül az univerzumon. Megint egy... Oh shit, de minuszban vagyok. Tudunk
kereskedni a dorbolanokkal, vagy esetleg a palirianokkal. Mert nem akarjuk, hogy a palirianok kilépjenek a szövetségből, szóval oda küldöm az egyik nagykövetemet. Visszavontam a latrepjanoktól, mert már nem láttam értelmét. Havonta nem akarnak nekem adni ilyet, és instant. Azzal még rendben vannak. Kérünk mondjuk 1600-at, és cserébe adunk körülbelül ugyanennyi nyersanyagot. Meddig tudom feltolni? 2000-ig. Na, mindjárt meg is vagyunk. És olcsóbb a költségek, ami jó, mert ugye építettünk párat. Tegyük lakhatóba a bolygókat, ez jó lesz. Bár most 100%-i lakható bolygókat szereztünk meg pont, tehát most nem számít annyit, de jó lesz. Idehozzuk ezt az építőhajót. Oké, közben a Sabadaba Dingongot is kolonizáljuk. Az egyik bolygónkon a Vichix, ez melyik? Úgyhogy ezt kiírná néha a játék, hogy ez hol van, mert amikor a szektorom van, akkor meg kell keresnem, ugye? Mert nincs itt a listán, mert én menedzselem. Ah! Az új óceánvilágunkon primitívek vannak. Töröljük őket a rezervátumokba, miért ne? Az mindig jó. Ah. Ó, ebből kapunk három, hogy is hívják ott, három szociológiai kutatást. Remek. És ezzel elkezdődött az összes kolóniánk. Na, csatoljuk a kolóniákat a szektorokhoz. Ez itt melyik szektor, az a Xanash. Igen. Ezt hozzácsatoljuk ezt. És veszünk mindkettőnek az élére vezetőket, mert most megvan hozzá a befolyásunk, és mindkettő eléggé sokat termel. Az egynek azért rakunk egy építészt, mert ez mindig jó egyébként, mert mindig fejeztük ezeket az új rendszereket. A másiknak az élére rakunk egy... valakit, akit olcsón fel tudunk venni, oké? Okay? Jó. Viszont, én nem mondom, hogy már körülbelül ennyi fér bele. Bocs, egy kicsit eseménytelen volt a rész, de békésen is kell néha játszani. Ugye ez volt egy Márnatobarna. Ez vagy már a Let's Play Stellaris, itt kiterjedtek a határaim? Úgy, azt majd kibányásszuk. És találkozunk a legközelebb, amikor szerintem megpróbálunk lecsapni a Shantarira. Felépítünk egy flottát és lecsapunk a Shantarirendre. Addig is a viszontlátásra!